A nyári magas hőmérséklet a városban, illetve kertekben élő madaraknak is gondot okoz, ezért árnyékos menedéket, illetve vizes területet keresnek maguknak. Mit biztosítsunk számukra annak érdekében, hogy át tudják vészelni a forróságot? Kérdésünkre válaszolt Tóth István Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke. Főleg a városban, ahol a nagy panelek vannak és nagy betonterületek vannak, ott nagyon nehezen találnak, vagy egyáltalán tárnak nedvességet, ezért jó, hogyha kiteszünk itatókat a madaraknak, és ezt akkor rendszeresen töltjük és nézzük a kedves kis madarakat. Mindig az a fontos egy itató kihelyezésénél, hogy fél árnyékos helyen legyen, vagy árnyékos helyen, egy kicsit messze legyen a bokroktól, tehát nyíltabb részen, ahol biztonságban érzi a madár magát, hogy nem támadja meg valami ragadozó, vagy épp a szomszéd macska. Az itatók mélysége legfeljebb 3-4 cm lehet, mivel ha mélyebb, a fiatalabb, kisebb madarak belefulladhatnak. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, egy darab követ helyezhetünk el a vízzel teli tálkába. Nagyon fontos még az is, hogy rendszeresen takarítsuk is, egy héten kétszer-háromszor szépen kisikáljuk, és utána megint friss vizet töltünk bele. Másik az, hogyha kevés víz van benne, hamar átmelegszik, meg nyilvánvaló, hogy romlik is a vízminősége, ezért napjában kell cserélni benne a vizet, főleg, hogyha a szárazságban még párolgás is csökkenti. Tehát mindig legyen neki friss víz, és reggel kitöltjük, megtöltjük, és akkor reggel jönnek madarak, akkor már friss vizet kaptak. A madarak fürdésre is használják az itatókat. Benne láthatunk akár egy verebet is, vagy akár egy fekete rigót, amely szívesen belemegy ezekbe a kis kitett itatókba, és boldogan fürödnek, mert hát hűtik magukat ezzel is. Van még olyan dolog is, amikor azt mondják, hogy tegyünk mellé egy kis tálcába homokot is, hogy porfürdőt is vegyenek, hogy tisztítják ezeket is, ezzel is madarakat. Ennek is se kell mélynek lenni, csak épp egy pár centi. Szitált, finom homok legyen, vagy minél teljesen porszerű, mert akkor tud mindenhova behatolni, és tisztítja a korokozók, vagy ezértől a kis atkáktól, amik a tollak között vannak, vagy elpusztult kis tollmaradványokat is kisipri ilyen szempontból, hogyha ott benn fürdik a madár. Utána megint belemegy az itatóba, és ott letisztítja magát, az biztos, ezért is kell mindig takarítani a vizet, hogy friss és tiszta vizet ihassanak belőle. Ha elkezdtük a madarak itatását, egészen őszig a csapadékos időjárásig ne hagyjuk abba, mint például télen az etetésüket, hiszen hozzászoknak a kihelyezett vízforráshoz, és folyamatosan visszajárnak.